A Lőrinci Városnap minden évben alkalmat ad a szórakozásra és egyben az elismerésekre. A nap folyamán az Érox, az Unisex, a Groove House, Erős Pista és Kocsis Tibor fellépésére készülhettek a kilátogatók, a gyermekeknek pedig többek között az Alma Szószok fellépése mellett ugrálóvárral és körhintával is kedveskedtek. Egy gyönyörű városnap van, egy gyönyörű időjárás, egy gyönyörű környezetben. Az elmúlt időszakban megújult az egész főtér, és méltó környezetre került sor, hogy kialakulásra kerüljön. A tegnapi napon is nagyon jó programok, a mai napon is nagyon jó programok vannak. Kitüntették azokat, akik Lőrinciért sokat tettek és tesznek most is folyamatosan. Mind a 6 kitüntetés olyan helyre került, amire tényleg büszkék vagyunk, vagy akiket tényleg büszkék vagyunk, és köszönjük szépen a városért tett munkájukat és a lehetőségeket. Mind Víg Zoltán polgármester úr, a Pálinkás Péter alpolgármester úr, a harmonikusa, jól tudunk együtt dolgozni, egymást segítve. Ez a mai nap is látszik, hiszen egy hatalmas rendezvény van, gyönyörű rendezvény, nagyon jó társaság, családok, barátok összejönnek, jól töltik ezt a mai napot, és egy kicsit nyugodtan pihenve tudnak arra gondolni, hogy majd jövő héten már megint újra dolgozni megyünk. Lőrinci város önkormányzata idén is kitüntetéssel ismerte el a városért sokat tett dolgozókat az idei városnapon. Lőrinci díszpolgárává választották dr. Kovács Mária házi orvost, aki 1987-től látja el Lőrinci második számú körzet orvosi feladatait, illetve gondozza az idősek otthona lakóit. A Lőrinci város közszolgálatáért kitüntető címet ebben az évben Berecki Judit Sarolta kapta, aki pályafutása alatt a Lőrinciben élő gyermekekért, családokért végzett preventív és segítő, támogató munkájával tiszteletet és szeretetet érdemelt ki. Víg Zoltán polgármesteri plakettet adományozott Pásztor Zoltán, Pásztor Richard és Petró Lajos polgárőröknek, akik kiemelkedő munkájukkal hozzájárultak a település közrendjéhez és közbiztonságához. A pedagógus szolgálati emlékérmet pedig Lőrinc Csabáné, a Napsugár óvoda és bölcsöde nyugdíjba vonuló vezetője vehette át.